Vigy egy mesét, aztán hívd el a színházba a gyerekeket, szüleiket, hogy együtt színpadra vigyétek a belőle készült darabot. Ez a receptje röviden a Játszma velem családbarát színházi programnak, amit a Pécsi harmadik színház művésze talált ki. 2020 tavaszán Vince János igazgató úr bízott meg azzal, hogy találjak ki egy programot családbarát színház pályázati lehetőségre, és én miután szó foglalkozásokat tartok, heti táborokat tartok, gondoltam egy merészet, hogy mi lenne akkor, hogyha egy délelőttbe belesűrítenénk ezt az egészet, és megpróbálnánk a gyerekekkel egy délelőtt alatt előadást készíteni, tehát nem csak a gyerekekkel, hanem értelemszerűen a családokkal, tehát anyukák, apukák, nagyszülők is bevonhatóak lennének ebbe. Mutassuk meg a színházat kicsiben. Bogárdi Alizzal elég hamar egymásra találtunk szokás szerint ebben a kérdésben. Megbeszéltük, hogy ő megírja magukat a meséket. A hozzátartozó zenéket az természetesen ugye a játéktár muzsikusai, illetve kézművesünk Ötmösbe, aki évek óta tervez nekünk díszletet, illetve készíti is a táborainkban is, ő csinálja a gyerekek díszletét. Őt vontuk még bele ebbe a munkába, és azt találtuk ki, hogy adott egy mese, amit felolvasunk a gyerekeknek, aztán pedig kiosztjuk a szerepeket, hogy lássanak bele egy kicsit a színházi világba, lesznek, akik színészek lesznek muzsikusok, és lesznek, akik a háttérmunkát végzik, díszletet festenek, jelmezt válogatnak, esetleg kisminkelik egymást, tehát minden, ami a háttérben zajlik. Az előtérben a zenészek próbáltak, tanulták be a kiválasztott meséhez a dalokat, mondókákat. A zenészek mellett a díszletfestők szorgoskodtak, gyerekek és szüleik készítették a képeket egy szakember segítségével. A színészek pedig Tamás Éva vezetésével tanulták be a szerepeket, a színpadi mozgást. Fiatal, folyton szimatoló, fürgelábú kiskutya. Szimatolnak a kiskutyák is, és ugatnak. A feladatot azt tette még izgalmasabbá, hogy mindenre csak meghatározott idejük volt a résztvevőknek. Összesen egy óránk van arra ezen a délelőttön, hogy összerakjuk a meséből az előadást. Tehát miután kiosztottuk a szerepeket, nekiállunk próbálni, zenész palánták a zenekarral, színész palánták velem, illetve azokkal a középiskolás segítő lányokkal, akik ide örömmel jönnek mondjuk közösségi szolgálatra, és így egy kicsit gyakorolnak a gyerekekkel, és a díszletet pedig beavezetésével megfestik. Azok, akik esetleg annyira nem szívesen szerepelnek, vagy még egy picit félnek szerepelni, ők pedig díszletet festenek itt az előtérben. És egy óra leforgása alatt megtanuljuk a szöveget, a koreográfiát, a dalokat, elkészül a díszlet, és egyszer csak nekiállunk az előadásnak. Természetesen ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mindenféle hiba nélkül lemegy, de én azt hiszem, hogy ennek pont ez a szépsége, hogy szórakoztató, ahogy együtt vagyunk, ahogy megpróbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból, és ami a legszebb része a gyerekek és a családok számára szerintem, hogy csapatmunkát végzünk, hogy egy óránk van arra, hogy teljesen idegen emberekből csapat kovácsolódjon, hogy a több család együtt összefogva alkosson valami nagyon szépet, valami nagyon fontosat, és minden egyes ilyen családi délelőtt után azt hiszem, hogy olyan szinten van tele hálával a szívem, hogy itt nincs baj, itt olyan fantasztikus emberek, olyan fantasztikusak a gyerekek, csak kell találni olyan programokat, vagy olyan megmozdulásokat, amiben be tudjuk őket vonni. És ezzel a családbarát színházi délelőttel nekünk szerencsénk volt, jó ötlet volt, és bevált. Egyszer voltak, hol nem voltak, de egyszer csak benne voltak az új esztendőben. Hogy kik? Hát játéktárbirodalom lakói. Észre sem vették, és átbucskáztak az új év határán. Néha ki sem látszottak a hóbuckák alól, néha a téli napsütésben tettek-vettek, néha pedig azt sem tudták, hova bújjanak a hideg északi szél elől.
Egyetlen ígéretes hírük az volt, hogy beköszöntött a farsang idő. Egy hideg nap délelőttjén aztán játéktárbirodalom lakói sokkal többet megtudhattak a mező közepén áldogáló farakásról, meg a farsangi szokásokról, mint azt valaha gondolták volna. Ez a bizonyos farakás Egér király országának szélén, a kutyafuttató közelében, nem messze a Baromfi udvartól, három hűtszónyira a Manó égigérő tornyától volt látható. Csak áldogált naphosszat, meg sem otcant. A pályázatban 6 előadást tudtunk vállalni, sajnos ez a 6 előadás ez lement, mindegyik teljes teltházzal és nagyon-nagyon jó hangulatban. A folytatással kapcsolatban azért vannak kétségeink, hiszen az előadásnak a költsége elég magas, sok ember dolgozik benne, anyagköltség is folyamatos minden előadáson. Jelenleg továbbjátszási pályázatunk nincsen. Hát úgy gondolom, hogy ez egy olyan program, amit semmiképp sem szabad abba hagyni, úgyhogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy megtaláljuk új a forrásokat, amivel tovább tudjuk játszani, és ezt ne a családok terhére, vagy a belépőjegy legyen magasabb, hanem inkább törekedjünk arra, hogy a családok megjelennének a színházban, hogy legyenek olyan közösségi élményeik, amik esetleg máshol nem tudnak megszületni, csak a színházban. Ez az előadás kezdete, ami egy óra gyakorlás próba után született január közepén. Úgy tűnik, hogy ez a mese volt az utolsó a programban egyelőre. Így reményeik szerint csak átmenetileg szünetel a Játszma velem családbarát program a Pécsi harmadik színházban.